csak még technikai. De időként ide kell ugorja, hogy léptetni tudja. Az nem baj? Jó, összeszámolom. Üdvözlöm Önöket! Engem Fábridőnek hívnak, és az a tisztes, hogy a ELTE PPK Felnőttképzés, Kutatási és Tudásmenedzsment Intézet. Jó? Ezen intézet keretében dolgozhatok a kutatócsoportommal, amely társadalmi kommunikációval foglalkozó kutatócsoport. És ugye ezen az alkalmon, mármint az az alkalom, amikor önök eljöttek hozzánk, hogy megtiszteljenek érdeklődésükkel minket, ugye ez hivatalosan mintaóráknak, vagy hogyan hirdetjük ezeket az alkalmakat, úgy teszünk, mintha egyetemi órát tartanak. Így szoktunk egyébként egyetemi órát tartani, tehát ez valóban olyan lesz. Az a témakör, amiről beszélni fogok önöknek, ezen intézet egy speciális részéhez, a tudásmenedzsment részéhez kapcsolódik, és én azt tettem meg, hogy három szakterületnek, szakterületre tartott óráimnak a kurzusaiból csináltam egy vegyüléket. Csináljunk egy kis felmérést, ki az, aki önök közül kifejezetten a közösségszervezés ilyesmi iránt érdeklődik. Jó. Van, aki a pszichológia iránt, vagy pszichológia iránt, van azért, neveléstudomány iránt, tökéletes. Ezen a három szakterületen tanítok én különféle órákat, tudományelméletet, tudományfilozófiát, kommunikációt, ilyesmiket, és ebből raktam össze önöknek egy most másfél óránk van, ugye, nyilván nem akarom másfél órára letelenni az életüket, és nagyon fontos, bármikor kedvük van kimenni, szundikálni, szólni, ezt mind nyugodtan tegyék meg. Engem nem zavar, egymást ne zavarják, engem nem zavar. Tehát egészen nyugodtan, sőt, 12 után már alvási idő van egy normális erős élőlénynek, azt tudják, hogy miért nem alszunk ebéd után, már maga én alszom, de miért nem alszunk általában ebéd után, ebben semmi természetes nincs. Semmi természetes nincs, ez kifejezetten a 19. század második felétől indult el, majd a 20. század első felében már drámai vált, amikor elszakadt egymástól a lakhely életterünk és a munkahely életterünk. Egy normális, organikus társadalmi szerveződésben mi történt? Nagyapám, nem nagyanyám, a földön dolgozott, megebédelt, majd fogta magát és elszundikált természetesen. Hogyha ott télen otthon volt, akkor elszundikált. Ha ellenben a Csepel vas és fémművekbe mentek el dolgozni szüleik, akkor ott nem tudtak lefeküdni szundikálni. Ebben semmi természetes nincs. Élőlénynek, kinek van kutyája? Láttak kutyát. Kinek van lova? De láttak lovat. Ugye? Mit csinál egy kutya meg egy ló? Alszik nyilván, amikor mi nem zalkatjuk őket, illetve nem akar vadászni. Tehát ez a természetes. Tehát azt találsz, hogy legfontosabb meghagyásom az életükre, aludjanak egy után. Alakítsák úgy az életet. Ennek a legjobb hely, egyetemista korában az emberek a legjobb hely a könyvtár, természetesen a könyvtár. Nagyon ajánlom az akadémiai könyvtárat és az országgyűlési könyvtárat. Egyrészt kiváló a gyűjteményük, másrészt az asztalok. Ifjú egyetemista korunkban, akkor az akadémiai könyvtár még nem ott volt, mint most, és régi formájában volt. Ha igazán dolgozni tanulni akartam, akkor az akadémiai könyvtárba mentem el. Ugyanis kőkemény asztalok, rendkívül kényelmetlen székek, és minden apró mozdulat recsegő parketta. Ott lehetett dolgozni, minden más egy nyilván mit csinált az ember alatt. Na most, de most nem alszunk, hanem foglalkozunk ezzel a témakörrel, tudás, képe és képtelensége címmel. Én beszélek önöknek néhány olyan kérdésről, ami azt a feszültséget próbálja majd áthidalni, amit az elmúlt 50 évben körülbelül átélhettünk. Ez a kép mondja önöknek valamit. Úgy van. Aki nem ismernék, a televíziós ismert, tudományos ismert terjesztésnek volt az igazi nagy alakja. Óriási népszerűséggel, majd fogok róla mutatni a filmet. Tudomány, tudást, ma már tudom, hogy elképzelhetetlen, tehát kezdik televízió, és azon keresztül tudás jön. Nem pedig az, ami mostanasság, manapság jön. Innentől ez egy kedves kis amerikai kiadvány, van egy nagy sorozatuk, különböző témakörökben, fizikáról, matematikáról, mindenről, akkor eleve azt feltételezzük, hogy az olvasó közönség agyalányát, ugye látják, hogy ki, hát most a finom kifejezést
külön kifejezéssel fordítottad a Amis. Hogy jutottunk el ide? Hogy lehet az, hogy alig egy bő emberöltőnyi idő eltelik, és a tudás iránti vágy feltételezése helyett azzal szembesülünk, hogy agyalátultak vesznek minket körülső, mi magunk is adok. Ugye ez azok számára, akik közösségszervezéssel akarnak majd foglalkozni, hát egy fontos kérdés. Mit csinálnak? Közösséget szerveznek, programokat szerveznek, közösségekben valami fajta közösség motorjaként működnek, tudniuk kell, hogy milyen tudásbázis van. Ugye ennek a szaknak egy paprolyostatáról említett, az andragógia volt valamilyen értelemben az elődje, ami kifejezetten arról szólt, hogyan tudunk tudást átadni felnőtt korban is. Hogyan zajlik ma a tudás átadása? Hogyan tekintünk ma a tudásra? Ebben a 8 témában megpróbálom önöknek ezt bemutatni. Legelőször is azzal foglalkozkodva, hogy egyáltalán miért érdekes az, hogy mit gondolunk a tudásról. Igazság szerint a tudáson, különösképpen annak a legkiforrottabb formáján, nevezetesen a tudományos tudáson, sokat gondolkodni nem nagyon érdemes nekünk, akik nem műveljük, mert hogy az megvan nélkülünk is, ugye? A fizikusok azok feltűnően kutatják a fizikát anélkül, hogy mi bármit gondolnánk róluk. A biológusok, orvoskutatók, azok előállítják a jobbnál jobb gyógyszereket, meg vannak nélkül. Mégis úgy tűnik, hogy ez a témakör, hogy a tudásnak valamilyen igénye lehet arra, a tudománynak az igénye lehet arra, hogy tudja, mit gondolunk róla, ez valamiért elő. Ez egy érdekes folyamat, ugye egyébként, a nyilvánosságnak és a tudománynak a viszony. Egyik oldalon a tudomány, a másik oldalon a közönség. Mi mindannyian a közönség vagyunk. Ezt az ábrát egy Weinberg nevű kitűnő tudományfilozófus gondolatmenetéből konstruáltam meg, aki felhívja arra a figyelmet, hogy az alapvető viszonyunk nekünk, mint laikusoknak, mint közönségnek, tudományhoz az a bizalom. Felülünk a repülőre, ugye? Félünk tőle időnként, azért alapvetően repülünk a repülőben, nem? Sőt, nem tudom hányan jöttek ide a város vagy az ország nyugati feléből, akik jöttek, azok mindannyian vagy átjöttek egy hidon, jöttek át utakon, vagy mélyen metró, ugye? Kicsit gondoljanak bele ebbe az abszurd vállalkozás. Ott van egy hatalmas víz. Széles és most még jeges végül. De hideg, az biztos, hogy hideg. Magasan vagyunk felette. És azért, mert néhány ki tudja milyen munkamorálú emberke azt állított, hogy az ő terveik alapjára lerajzoltak valamit, és az szerint néhány ki tudja milyen fizetéssel dolgozó és mennyire involvált szakember összecsavarozott dolgokat, attól mi nem fogunk leesni. Érzékelik, hogy ez micsoda? Drámai bizalom kell ahhoz, hogy elhiggyük, hogy azok a rakasz tényleg úgy ívelődik, egyébként nyilván le kéne esnie. Hát hosszú, én most ezt a teát így elkezdeném, azonnal leesni. És azért nem esik. Ugyanez metróban. Vagy elmennek, hogy megfáznak, aspirint vesznek, mit vesznek valamosan, neocitrát, mit vesznek, mit csinálnak. Ugye? Beveszik, egy kis bogyó, gondoljanak bele. És bíznak benne, hogy nem lesz tőle szamák köhögésük vagy bármi, hanem megtudjuk. Tehát van egy alapvető bizalmi viszonyunk a tudományhoz és annak a termékeihez. Ugyanakkor bizonyára, ez a korosztály bőségesen gondolom tengenek azok a nézetek, amelyek azt mondják, hogy a gyógyszergyárak nyilván csak megmérgeznek minket, a termésjavító eszközök az agráriumban mindent megmérgeznek, és különben is valójában a repülők is mindenfajta vegyszert szúrnak rá. És amúgy is a tudósok föl fogják robbantani a napot az atommal. Ugye van egy szkepszisünk is a tudományban, tehát egy veszélyt érzünk. Tehát egyszerre van meg a bizalom, és van meg egyfajta veszélyérzet a tudomány produktumaival szemben. Ugye ez képszerűen nagyon jól lehet ábrázolni. Mennyire látható? Ugye ki ő? Einstein, ugye? Hát az Einsteinnél ikonikusabb figurája a tudománynak nincsen. Einsteint látjuk, egy jó arc, tehát jó arc képileg is. Einsteint látjuk, a tudományt látjuk. Einstein és a tudomány.
Einstein szimbolizálja mindazt, testesíti meg mindazt, amit a tudománnyal szembeni pozitív attitűdünk jel. És van egy másik kép, ugye? Frankenstein doktor. Így össze szokták keverni. Frankenstein az döfett a szörny, amit alkotott. Az nem a Frankenstein. A Frankenstein doktor alkotta a szörnyet. Ugye ez a klasszikus 18-19. Század történet, ez valójában az emberi tudás rosszra fordulásával, önmagával, szembefordulásával lenne veszélyének a mintatörténete. Tehát egyszerre Einsteinre és Frankensteinre is gondolunk. Ambivalens a viszonyul a tudományhoz. De akkor nézzük azt meg, vajon miért van az, hogy ennyire fontos nekünk, fontos lehet, hogy a tudomány mit mond. Egy nagy szociálszerű Szörzs Moszkovicsi, vagy Moszkovicsi kiírják ki úgy, egy orosz származású Franciaországban alkotott szociálszerűs, ő alkotta meg a szociális reprezentáció elméletét. Aminek a lényegét ott az idézet mondja, de jól mindjárt fogják érteni, hogy miről szól az egész, ha elmondom, hogy honnan jött ez a szociális reprezentáció elmélet. Moszkovicsi fogta magát társaival, és a 60-as évek végén Franciaországban, Párizsban csinált egy kutatást. És a kutatás a következő szólt, hogy a párizsiak, nem a tudósok, nem az egyetemisták, nem, az egyszerű párizsi polgárok hogyan használják a pszichoanalízisnek a szakifejezését. És azt vette észre, hogy anélkül, hogy bármilyen pszichológiai műveltsége, tanultsága, szakmája lenne valakinek, mégis vannak olyan alaptoposzok, amiket úgy használunk, mi is használjuk. Tudatalatti, ugye ezt mindannyian használjuk. Pedig feltőle nem végeztünk pszichológiai szakmát sem. Mégis azt mondjuk, hogy feletteség, ugye ezt is szoktuk mondani. Elfogadás még azt is. Hogyha valamit most elvétenék valamit a szavainkban, akkor nem Freud, ugye mondanánk. Pedig nem tanultunk ilyesmit. Moszkovicsi azt vette észre, hogy a tudománynak egyes kifejezései nem egyszer leszűrődnek a mindennapi nyelvbe, a mindennapi hanem történik egy érdekes dolog. Ahhoz, hogy egyáltalán leírjuk magunk körül a világot, ahhoz, hogy egyáltalán a körülöttünk levő eseményekkel megbirkózzunk, ahhoz szükségünk van egy háttértudásra. Ez a háttértudás, mondjuk ezelőtt 3000 évvel nem a tudomány volt. Sétáltunk a mezőn, lecsapott a villám. Mondjuk régi görögök vagyunk és sétálunk a mezőn. És lecsap a villám. Zeus haragszik, ugye? Tiszta sor. Villám. Kutek meg, szörnyű dolog, hogy lecsap a villátok, már villámot? Úgy élőben, tehát ez egy nagyon szörnyű veszélyes dolog. Lecsap a villám, régi görögök vagyunk, és azt mondjuk, Zeus haragszik. Mi történik ezzel? Értjük, hogy mi történt, ugye? Le tudjuk írni, el tudjuk mondani a másiknak, biztonságba helyezzük magunkat, mentálisan. Világ belénk csaphat, de mentálisan biztonságban vagyunk. Sőt, tenni is tudunk ellene. Áldozatot mutatunk be Zeusnak. Villám, Zeus, a világot racionizáltuk magunk körül. Telnek az évezredek, évszázadok, felmegyünk az Olimposzra, nem találjuk Zeust, többieket sem. Villám mégis van továbbra is. És akkor jön egy barátunk Benjamin Franklin, és azt mondja, hogy tudjuk, elektromosság, kisülés, villámhárító. Felrakjuk a villámhárítót a házunk. Mit csinálunk? Ugyanazt csináljuk, mint a régi görögök az áldozattal. Van egy racionalizáció a háttérben, nem Zeus, hanem elektromos kisülések a légkörben. Ez a racionalizáció, úgyhogy nem vagyunk fizikusok, egyikünk sem fizikus, csak van erről egy iskolai oktatásból, közbeszédből, bárhonnan, vagy leszűrődik, ez most lényegtelen, hogy hogyan, leszűrőd a háttértudásunk, és már is le tudjuk írni, hogy mi történik körülöttünk. A rémület sokkal kisebb. Félünk továbbra is a villámtól, de már tudjuk racionalizálni. Meg tudjuk mondani, hogy miért van körülöttünk. Annál szörnyűbb nincs az életben, talán kisgyerekkorban mindenki tapasztalja, így növünk fel, hogy tele van a világ körülöttünk rémületes dolgokkal, azért rémületesek, mert ismeretlenek. Nem tudjuk. Nem tudjuk mihez fogni, nem tudjuk mihez kötni. Nem tudjuk mire fogni, nem tudjuk mihez kötni. Kell valami, amiben bele tudjuk kapaszkodni, amivel értelmet adunk a
világ jelenségének magunk körül. Az történt meg, hogy nagyjából a 15. századtól kezdődően, nagyon erőteljesen, aztán nyilván a 19. századtól pedig dominánsan és totálisan, a mitológiák, a hitvilágok, a vallás helyébe nagyon sok területén a hétköznapi életnek a tudomány nyomult be. A tudomány adja ezt a háttérbázist. A tudomány az, amely értelmet ad, segít az értelemadásban, kommunikálhatóvá teszi egymásról, mi történik. El tudjuk mondani egymásnak, hogy mi történik körülöttünk. Nem csak leírjuk a jelenséget, hanem megmondjuk, hogy mi az a jelenség. És ezzel a mentál, az emberi élet igényének az egyik legfontosabb elemét, nevezetesen a mentális biztonságot megtudjuk. Tehát ez a fajta racionalizáció, a tudománynak ez az eszközrendszere az, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy a világ élhető legyen. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a tudománynak, a tudományos tudásnak, a tudásnak magának óriási szerepe van ilyen értelemben a mindennapi életünkben. Én most nem arról beszélek, amit ezerszer hallnak természetesen, hogy a tudománynak köszönhetik a mobiltelefonjukat, meg persze a technológiai innovációk. Ennél van egy sokkal fontosabb szerepe a tudomány. Az, hogy a mindennapi életünkben lehetővé teszi a világ körülöttünk való jelenségeinek a megragadását, leírását. Márpedig, ha ez így van, akkor a tudományról való gondolkodásunk, hogy mit gondolunk a tudományról, a tudásról, hogy a tudás értékén kezeljük, azt mondjuk, hogy a tudás, a tudományos tudás az egy reális létező valami, az innentől kezdve már nem egyszerűen a tudomány valami fajta hobbi kérdése, hanem minden nap életünket meghatározó kérdés. Ha ez eltűnik, ha ezt nem fogjuk már komolyan venni, ha azt mondjuk, hogy ez nincs, és nincs a helyébe semmi, akkor nagy baj van. Mindenképpen lép a helyébe valami, majd erről fogunk beszélgetni, mindenképpen lép a helyébe valami, de az lehet, hogy rosszabb lesz, mint a tudomány. Na, vagy a később érben mondom. Na, tehát összefoglalva, a tudás helye mindannyiunk gondolkodásában, hívjuk úgy a közgondolkodás, azért lényeges, mert valóban a mindennapi életünket meghatározó világban lemésünket befolyásolni. Mit gondolunk a tudásról? Be fogok mutatni néhány empirikus kutatási anyagot, amit kollégáimmal az elmúlt években, hát vannak már elmúlt évtizedben ilyen longitudinális, tehát idősoros adatfelvételekkel végeztünk. Ezek a kutatási anyagok, ezek a magyar felnőtt lakosság reprezentatív mintákhoz zajlottak, tehát illetve a szociológiai és statisztikai, matematikai módszerekkel elhasználtak eredményeket. Megkérdeztük 10 éve, ilyen kérdéseket 5-10 évente kell csak feltenni, majd nem változik, hogy mely foglalkozások képviselőit tiszteli legjobban a magyar nép. És nézzék meg, hogy a tudás szakmák, tehát amelyek a tudáshoz nagyon közel vannak, mennyire előkelően szerepelnek. Az orvos az evidens, de az mindenkor nyilván orvosok, még kevésbé, ahogy megy, akkor egyre inkább az orvosokkal éljük életünket természetesen, előszoros kontaktusban, mindenütt egész világot kiemelkedően. Nézzék meg, tudósok, mérnökök, pedagógusok, egyetemi professzorok. Hát ők szerepelnek a listáján. Tehát a magyar népesség alapvetően ezeket a tudásszakmákat, a tudásszakmák művelőit tiszteli elemi. De nekünk most ez a témánk, ezért a lista lentebbi részével most nem annyira foglalkozom, bár derűs vagy szomorú pillanatokat okozna nekünk, hogyha taglalnánk, hogy a magyar nép mit gondol az üzletemberekről, politikusokról és újságírókról, de ez egy másik kurzusnak a témája lesz, hogyha elmennek tanulni társadalomszociológiát, politológiát vagy történelmi rólástant, ha van ilyen. Megnéztük azt is, hogy mely társadalmi intézmények iránt a legnagyobb a közbizalom. Tehát az előbb szakmákról beszéltem, most intézményekről beszélek. Nézzék meg, 2004-ben nem kérdeztük az egyetemeket, csak 2008-ban, sem 2013-ban kérdeztük őket először, de láthatják, egyetemek akadémia. Tehát a tudásintézmények vannak legelőbb. Tehát ez is egy jó üzenet, hogy a tudás társadalmi képe az nagyon erős. A tudás társadalmi képe az egy olyan meghatározó elem, ami mindenképpen pozitív visszajelzés a tudománynak, a tudományos tudásnak, az ezzel foglalkozóknak, és most megint nem
nincs rá időnk és módunk, hogy a lista végén elcsemégézgessünk és mérlegeljük egymás között, hogy vajon a biztosító társaságok és politikai pártok nemes versenyében a bizalmat, illetve melyik hova jutott. Hasonló amerikai kutatások meg szokták még kérdezni a használt autókereskedőket is. Őket tudják általában a politikai politikusok, a politikai pártok megelőzni. Majd legközelebb mi is felrakjuk a kérdőívünkre, és akkor nem lesz ez a csúnya utolsó hely. Oké, szeretjük a tudományt, szeretjük a tudást, de melyiket? Láthatják, hogy az érdeklődés a tudás iránt, a tudomány iránt messze kimagaslom a reál tudományokat érint. Tehát az orvosi, természettudományi kérdések, azok mindenkit érdekelnek. Hát ami iránt önök érdeklődnek, az nem találkozik teljesen a népesség preferenciáival, úgyhogy önök a szűkebb kisebbséghez tartoznak, hiszen a társadalomtudományokat, bölcsészettudományokat igazából nem annyira tartják kíváncsisággal méltónak. Méltónak az emberek. Hát ezzel el lehetne gondolkodni, hogy miért, de hát ez már messze vezető kérdés volna. Egyébként ez az egyetemi továbbtanulásoknak a ...2014-15-ös adatok. Itt összehasonlított, bocsánat, ez még nem a továbbtanulás, azt is elvetítjük majd, de ez a keveset és a tisztelet, ez a szláv. Tehát mit gondol, hogy mennyire tiszteli, és melyiket tartja a legjobb kereső foglalkozó népesség? Hát itt igazán durva kettősséget, hogy az orvosokra, egészségügyi orvosokra, a jognál látják, hát semmiben nem nézik a jogászolat, ellenben nagy keresetűnek tartják ők. Másik oldal, ez azt jelenti, hogyha az ellenkező részt látjuk, hogy mondjuk lehetséges, hogy aki például bölcsész képzésen van, és csak nagyon kevesen mondják, hogy jól keves, ellenben tisztelik őket cserébe. Tehát ez van egy furcsa diszkrepancia, ez nyilván a társadalomban önök is tapasztalják. Van egy másik kérdés is, és kicsit hadd teszteljen magukat. Oké, tiszteljük a tudományt, érdeklődünk a természettudományok iránt, minden az. Megkérdeztük, hogy kik a legismertebb, hát nem is így kérdeztük. Mondjanak általuk ismert nagy magyar tudós. Mondjanak nagy magyar. Kit ismernek? Azt mondom maguknak, mondjanak nekem három tudóst. Szent Györgyi, mondjanak neveket. Nincs rossz válasz, mondjanak neveket. Magukra néznék, milyen állható a kérdező, biztos kérdező. Jendrik Ányos. Mondjanak még neveket. Ötvös Lóhán. Ha már bejöttek ebbe az épületbe, nem? Hát végig sem. Nagyszerű. Mondjanak még. Teller Edén. Jut még eszükbe? Tudós. Szemmelweis Ignác. Cipernowski, igen. Elsi, igen. Még? Igen. Van-e még nevük? Na megmutatom, a magyar nép kiket ismer. Nagyjából ugyanazokat ismeri egyébként. Tehát Szent Györgyi messze. Szent Györgyi, Szemmelweis, Teller, Neumann, Ötvös, Irinyi, Jedlik, Kandó, Puskás, Teodor, Bánki, Donát és egyfajta az mindenfajta más. Hát ez a dobbincs. Melyek a közös tulajdonságai ezeknek a nagy magyar tudósoknak? A magyar közvélekedésben ki a tudós? Hogyan írhatnánk el? Profilírozzunk egyet. Hogyan a közös sajátosság? Természettudományi területén? Igen, tehát a nagy magyar tudós természettudós, itt kezdődik, természettudós. Mit tud? Férfi is, férfi, hölgyek háborodjanak fel. Gender szempontból ugye már is itt meg fognak kövezni minket azonnal, természetesen. Tehát természettudós férfi, a magyar tudós, és még van egy fontos tulajdonság. Mégpedig igen, régen. Meghalt, igen. Tehát, ki a tudós a magyar számára? Legyen férfi, természettudós és hajom meg már jól. Ők a tudósainknak. Ugye ez megint csak jelző, nagyjából a tudományhoz, tudáshoz milyen, ami van és viszonylag.
Na akkor csinálunk még egy kis tesztet, hát ezt nyilvánvalóan nincs időnk, hogy ezt rendesen végigvigyük, csak van egy úgynevezett tudományos írástudás nevű teszt, ez egy Európai Uniós kérdés. Kézfenntartásokkal csináljuk, jó? Mondják meg, hogy az adott állítás önök szerint igaz vagy nem igaz. A kontinensek, amelyeken élünk, évmilliók óta mozognak és mozogni is fognak a jövőben. Ki tartja ezt igaznak? Tegye fel a kezét. Igen, ki tartja nem igaznak? Senki. Egy fő. Ki az, aki nem nincs ebben? Oké, jó. A Föld középpontja nagyon forró. Ki tartja ezt igaznak? Mindenki nem tartja igaznak? Ki bizonytalan ebben a kérdésben, nem járt még arra. A nap mozog a Föld körül. Ki tartja ezt igaznak? Ki tartja nem igaznak? Jó, bizonytalanság. Tényleg gyorsan. Nem fogom felolvasni, látták. Oxigén növényekből származik. Ki tartja igaznak? Nem igaznak? Bizonytalan? Többen bizonytalan. Az emberi lények, amennyire ma tudjuk, az állatvilágból fejlődtek, ilyen gondolszunk. Ki tartja ezt igaznak? Nem igaznak? Igen? Ámmal ki bizonytalan ebben a kérdésben? A radioaktív tej biztonságosan tehető főzés. Ki tartja igaznak? Ki nem tartja igaznak ezt? Ki nem tudja eldönteni a tejforralással, mit csináljon ma, az a holnapi atomháború után. Jó? A Földnek egy hónapra van szüksége ahhoz, hogy megkerülje a napot. Ki tartja ezt igaznak? Ki nem igaznak? Ki bizonytalan? Jó, több. Igen. Minden rádióaktivitás emberi eredetű. Ki tartja ezt igaznak? Nem igaznak? Igen, bizonytalan? Az elektronok kisebbek, mint az atomok. Ki tartja ezt igaznak? Nem igaznak? Bizonytalan. Az anya génjei döntik el, hogy a gyerek fiú vagy lány lesz. Igaz? Nem igaz? Bizonytalan. Ez így egy fél évvel az érettségi előtt. Van még üreg úgy. Antibiotikumok elpusztítják a vírusokat és a baktériumokat is. Igaz? Nem igaz? Bizonytalan vagyunk. És akkor az utolsó kérdésünk. A lézerek a hanghullámok fókuszálásával dolgoznak. Igaz? Nem igaz? Nem tudják. Ez a fizikai érettség? Hogy van most? Már nem? Nem kötelező? Jó. Oké. Okay. No. Nyilván nem fogom most összegezni, csak mutatom maguknak, hogy Magyarországon a helyes és helytelen válaszok aránya hogy nézett ki. És egyébként, ha megnézik, hogy önök miben voltak leginkább bizonytalanok, ugyanabban bizonytalan a népesség jelentős része is. Tehát a tudás, az nagyjából ilyen mértékben van jelen. Ezek az átlagok az egyik oldalon lehetnek elborzasztóak, hiszen ebből például az következik, hogy körülbelül 1 millió olyan felnőtt, 800 ezer olyan felnőtt polgártársuk van, aki úgy gondolja, hogy a nap mozog a Föld körül. Tehát magyarán minden tizedik felnőtt ember, akivel találkoznak az utcán, abból indul ki, hogy a nap mozog a Föld körül. Minden tizedik ember. Beütülnek egy villamoson, és ők is szereznek. De, ja és mondjuk antibiotikumot is kísér, nem biztos, hogy megfelelő módon szednek. Elmondom, hiszen a fele az embereknek nem tudja, hogy az mit is csinál. De ezek az átlagok, jegyzem meg, még mindig jobbak, mint az Európai Uniós átlagok. Tehát annál még mindig jobbak vagyunk. Magyarországnál kevés ország érte jobb eredményeket, Ciprus például. Ciprusi barátaink jobban tudják. De honnan is tudhatnák? Honnan szerzünk információkat a tudomány? Néznek maguk tévét? Nem néznek tévét, mi?
lehet, hiszen mindenki tévét néz. A statisztikák azt mutatják, hogy tévét néznek a fiatalok is. Miközben megkérdezik a fiatalokat, azt mondják, hogy nem néznek tévét. Vagy maguk nem mondanak igazat nekem, vagy a statisztika nem mond igazat. Magyarországon a négy éven felül teljes népességen belül az átlag nézettség, az átlag televíziót és a fordított idő az, ha jól emlékszem, nem ahogy nagy szavásság van, hogy olyan 4,5 óra körül van. Tehát egy nap egy ember 4 év fölött ennyit néz, maguk korosztályában kisebb, ott 3,5 körül van. 3,5. Miért? Hol van az a 3,5 órájuk maguknak, amiről azt mondják, hogy nem tévénézéssel történik. Ezzel együtt mégis alapvetően a televízióból szerzik még mindig az emberek a legtöbben az információt, tudományról, tudásról. Rádiót hallgatnak? Jó, és vannak barátaik és ismerőseik is, tehát beszélgetnek, internetes. Jó, hát van itt egy olyan dolog, ez arhaikus, ezt nem is akarok kérdezni, csak mesélem a legtöbbjüknek, hát a többet éltek még emlékeznek. Hát volt egy ilyen dolog is, hogy ilyen téglalap alakú, kicsit zizeget, és úgy hívtuk, hogy újság. Ilyet csináltunk régen, hogy ezt olvastuk, tudják, van ilyen. És ezekről már nem kell magunknak tudniuk. Ez egy arhaikus ügyezenetői. No, tehát a tudásnak a csatornái, azok nagyjából ezek a csatornák, és láthatják, hogy leginkább a televízió az, ami itt domináns. A televízió micsoda? A televízió kép. Képekből áll, és néhány gondolatot ezért most arról engedjenek meg, hogy a tudásról alkotott képünk, hát ez egyáltalán nem, ez egy nagyon jó kép egyébként, sokat dolgoztam vele, egyáltalán nem látszik gondolom. Ilyen a tudás képe, amikor megmutatod maguknak, ez az én tudatlanságomnak a lenyomata. Nem nagyon fogok beszélni, mert sokkal lényegtelenebb tartom, valamint nyilván tisztességből meg fogom említeni, hogy a konkrét tudományos ismeretterjesztés az milyen formákban történik, a tudás célzott és szakszerű bemutatása, azonban hát maguk nem néznek tévét, az egy dolog, de mondjuk tudományos jellegű ismeretterjesztő tudásról szóló műsort az effektíve senki nem néz Magyarországon. Mondok nézettségeket, jó? Nem tudom, tudják, hogy van az M5-ös csatorna, ez a közmédiának egy új csatornája, tavaly szeptember óta, amelynek célja, hogy tudományos, például érettségi felkészítő műsor is van. De van ilyen, nem mondhatom hivatalban, mert valami közmédiát felügyelő izével elnöket, nem mondhatom hivatalosan, nem. Nem tőlem hallottam. Önálló televíziós csatorna érettségre készít fel, nyelvtanulási műsorok vannak benne, és tudományos műsorok is vannak, mert olyan is megkészült műsorok, késő este pedig ilyen koncert, vagy ilyesmi közvetítések. Ennek a csatornának a nézettsége, az egész napra vetítve 0,3%, az a következőt jelenti, a 100% az 7 millió 600 000, ugye 18 év felettiek között mérik, tehát az olyan 7 millió 600 000 a 100%, ebből az következik, úgyhogy az 1% az mondjuk 76 000 ember, a 0,1% az 7 000 ember, a 0,3% 21 000 ember nézi. Egy komplet földre fogható televíziós csatornát. 21 000 nézik. A maguk korosztályában van külön nézettség, hát azt is külön mérik, ott 0,0%. Ezt most nem számolunk ki, mondom, hogy ez hány embert jelent, de számolják. A spektrum, ilyen, na mondjanak csatornák, spektrum, mondjanak még, tudnak ilyen csatornákat ismertél? Nat Geo, igen. Így van, mi az a History, igen. Discovery is, igen. Ott már azért az állatok ülik egymást alapvetően. Animal Planet szóval tiszta horror, tehát az tiszta világos. Ezek a csatornák, ezeknek a csatornáknak a nézettsége nagyon jó esetekben olyan 2-2,5% körül. 150 000 ember. Ezek a csúcs nézettség. Tehát magyarán, hogy konkrétan a tudományból való tudás hogyan terjed el, ebben nem az a lényeges. Nem az a lényeges, hogy ezek a csatornák, hogy működnek, hanem hogy általában a nézett televíziós műsorokban.
Vajon jutunk-e tudáshoz? Ismerik ezt a sorozatot? Ezt már többen talán. Ezt lehet nézni az interneten, és nem egy tévé hozzá. Nem tudom, milyen címe megy Magyarországon? Ugye ezt lát, ki az, aki látott ebből valamennyit? Az elég sokan, ugye? Ugye ez önmagában, ugye ez, ehhez tudom, ugye a tudományról szól, ugye? Tudósokról szól, hát nyilván a maga formájában, de tudósokról szól. De ami az érdekes, ezt kevesen tudják, hogy ez a szerető hölgy egyébként egy effektív tudós. Ő valóban egy kutató, PhD-vel rendelkező, kutatóintézetben dolgozó, az igazából ez a film karaktere, ő valóban tudós. Mutatok néhány olyan média személyiséget, színes személyiséget, aki egyébként tudós, vagy legalábbis a tudományhoz közelítő szakember, tehát tudáshordozó fokozattal és tevékenységgel. Villamos mérnök. És így, és dolgozik is. New Yorkban PhD-zett, PhD-zé pszichológiába találva emlékszem. Ismerik, ott a riportot. Tehát meggyőződésem, hogy a társadalomban való tudáselem, az szorosan összefügg azzal, hogy az létező társadalmi ikonok, azok mennyire hordozzák ezt. Nem hoztam képet belőle, de a 2000-es évek elején, nagyjából születések időszakában, indult el egy sorozat, ami azóta már egy birodalom már nőtt, és meggyőződés, hogy a leghatékonyabb tudomány és tudás terjesztés volt, ez a CSR sorozat. CSR biztos ismerik, ugye? Az eredeti CSR, ugye ez a Lászlóra Kasztáló, nem volt nevét CSR, mint olyan, először hozta be a konkrét, tényszerű, tudományos, szakértői vizsgálódást a médiakultúrában. Nem kell mondanom, hogy az Egyesült Államokban hogyan növekedett meg az ilyen területen tovább tanulóknak a száma, ezen sorozat hatásában. De az persze nagyon nem mindegy, hogy egyébként ezek milyen tudást közvetítenek ezek az ikonok. Rajzfilmeket biztos nézegettek már életükben. Ismerik-e a Popeye nevű sorozatot? Popeye, meg a Popeye tengerész. Valamint apró gyermekkorunkban szüleink Popeye-jel akartak rávenni minket arra, hogy együnk spermótot. Ez megvan ez az élethelyzet? Ugye mit sugall? Popeye hogyan oldotta meg a problémát? Erő kellett, begyomott egy nagy adag spermótot és izmai lettek. Tudják, hogy miért? Ez eredetleg ilyen tudománynépszerűsítő dolog volt annó, amikor is kijöttek azok a táplálkozás tudományi eredmények, hogy a spenót vastartalma akkora, hogy az növeli a izolzatot vicséget. Nem tudom, ez megvan-e, hogy a spenótot eszem vastartalma növekedni fog. Ez nem nagyszerű. Csak itt egy apró probléma történt. A 80-as, 90-es években kezdtek arról írni, hogy ez egy nagyszerű gondolat, egy probléma van csak vele. Az egész onnan származik, hogy valamikor a 920-as évek elején táplálkozástudományi szakkönyvben egy tizedességet véletlenül a nyomdában volt éppen. Tized annyi vastartalma van a spenótnak, mint amit a szakemberek mondtak róla. Tehát nincs több vastartalma. Ugye ez a legklasszikusabb példája annak, amikor a tudás maga közkincsé válik, mindenki használja, majd jön egy éles szemű szakember, és azt mondja, hogy itt valami nagy tévedés volt. De a történetnek van még egy csavar. 5 évvel ezelőtt jelent meg egy tanulmány, valamelyik biológiai szaklapban, amely a következőt mutatta be. Az, tehát valóban a spenótnak nincs nagyobb vastartalma. Tehát ez tényleg. Csak hogy. Az a történet, miszerint egy tizedessel odébb került volna, ez nem más, mint egy városi legenda. Soha senki azt a szakkönyvet még nem tudta megmutatni, ahol a tizedes egy odébb került volna. Ezt egyszerűen valaki kitalálta, leírta, és ez is elterjedt. Tehát egy tévhitről való tévhit is meg tud jelenni a tudásban. Még azért mutatok olyan tudománnyal foglalkozó sztárokat, akiket talán nem ismernek ilyenként. De Sophie Marceau is egyébként egy kitűnő bölcsészettudományi területen működő hölgy.
És hát a tudományos ismeretterjesztéshez, vagy a tudományos tételek megfogalmazásához ennek a személyiségnek is van némi köze. Tudnak Chuck Norrishoz kapcsolódó tudományos tételeket megfogalmazni? Nem? Nincs? Biztos tudnak. Én nem nagyon tehetem, mert a kollégák állandóan halálra fenyegetnek, hogy ezek a Chuck Norrishos dolgokból sokat, túl sokat mondok, de azért nem. Tehát, mert tudják, hogy a Chuck Norris elszámolt a végtelen kétszer. De tudni nem lehet. Igen. Egyébként ugye a periódusos rendszer, mint olyan, annak a megjelenítése az az igazi nagy társadalomban való tudomány megjelenés. Bár erről is minden különböző tudományos elemekre utaltam, már mindenfajta legendák szoktak volt lenni. Hát ez a Chuck Norris elem szétveri a többi elemet, megjelenése. Chuck Norris ugye nem tudja, gravitáció. Chuck Norris, amikor fekvő támaszt csinál, nem magát emeli, eltolja a földre. Nem fogok többet mondani. Szóval, Kopernikus. Tudomány legendái. Hát a valaki Kopernikus a tudomány igazi mondja. Mit tudunk Kopernikustól? Kopernikus nem. Boldog békességben élte le életét Kopernikus. Ugyan nem boldog békességben, egy rendkívül rosszul alakú ember volt. Nagyon rosszul érezte magát a világban, mindenkivel összeveszett, és nem átszolva igazából senki. Mit tudunk Kopernikustól? Igen, persze. Napföld, tudják. Tanulják meg, ez jó. Az az érdekes, és ez volt, hogy a tudás hogyan alakul. Kopernikushoz fűződik a nagy forradalom, a heliocentrikus világkép. Hogy nem igaz, hogy a Föld van a középpontban, hanem a nap körül van az egész lepőak, azt mondott az egész világ, egész naprendszer. Tudják, mi az érdekes? Ja, azt gondolják, hogy milyen nagyszerű dologra jött rá Kopernikus. Akkor biztos ez úgy történt, hogy ott volt a távcsőbe, hosszan megfigyelgette a bolygók mozgását, meg mindenfajta egyebet, és rájött, kiszámolt, hogy akkor a nap kell, hogy a középpontban legyen. És ebből jött az új tudományos eredmény. A tudománytörténészek kimutatták, hogy Kopernikus megfigyelései között egyetlen új megfigyelés sem. Mindaz a tudásbázis, ami ahhoz kellett, hogy rájöjjünk arra, hogy a nap körül keringenek a bolygók és a Föld is, az Kopernikus előtt évszázadokkal már megvolt. Semmi újdonság, ilyen értelemben érdekű újdonságot nem tett hozzá. Egyetlen dolgot csinálva. Az addig meglevő tényeket, az addig meglevő tapasztalatokat egy más szemlélettel tekintette át. Elkezdett másképp nézni. Azon arra sok-sok, így mondja a tudomány elmélet, anomáliára, eltérésre, meg nem felelésre, ami a leírt tapasztalati tények és a geocentrikus világkép között volt. Ő annyit tett, hogy összegyűlt a nagyon-nagyon sok tapasztalati tény, a nagyon-nagyon sok anomália, és azt mondta, hogy erre egyetlen magyarázat lehet, ha beáteszhatok a szemléletet. Ezt hívja a tudomány történet paradigmaváltásra. Amikor majd egyetemisták lesznek, különösen, hogy a bölcsészek, a társadalomtudósok, akkor a paradigma szót a sűrűn kell használniuk, az a bölcsész értelmiségi beszélgetéseknek az egyik legfontosabb sznob eleme. Mindig ezzel mutatjuk, hogy mennyire műveltek vagyunk, és látjuk a világot. Hát igen, ez paradigmatikus váltás volt. Ezzel a haszkifejezéssel kell mondani, és mindenki látjuk, hogy rendkívül műveltek, és érzik a világ folyamat. Paradigma váltás, ez fontos, mert hogy egy Thomas Kuhn nevű ember jött rá, ez érdektelen. És a tudomány ott tart, hogy felvet kérdéseket arról, hogy hogyan jutunk el a Marsra. Ugye ismerik a Mars expedíció tervét, ugye? A Moszkvás nevű emberke tervezés. Pszichológiával akarnak sokan foglalkozni. Az egyik legnagyobb kérdés, amit felvetnek ennek kapcsán, az az, hogy hogyan lehet azt pszichésen elviselni, hogy valaki elmegy a Marsra és többé nem tér vissza a Földre? Hogy a Mars expedíció az olyan, hogy egy irányú utca. Hogy hogyan lehet azt elviselni, hogy itt vagyunk a Földön, csak
itt vagyunk a Földön, felülünk egy űrhajóra, és soha többé ide nem érkezünk vissza. Ezt a pszichés terhet, ezt a pszichés problémát. Tehát nagyon komoly pszichológiai kutatások folynak, én ezügyben kicsit szkeptikus vagyok, de szerintem egyre inkább azt látom, hogy telik az idő, hogy arra kéne valami jó pszichológiai magyarázatot adni, hogy lehet pszichésen elviselni, hogy itt marad. Na szóval, hát ez csak így természetfotósok van, mert csak van azért rendes tudományos ismeretterjesztés is, fantasztikus dolgokat fotóznak le, a képek nagyon lényegesek, jók, tök jó filmeket csinálnak, és itt van öveges tanár úr, még az is lehet, hogy ezt le is tudom játszani, legalábbis valamit le tudok belőle játszani, de nem tudok. Aha, és egy kicsit nézzünk bele, hogy hogyan történt ez, lesz hang? Hallani? 800 Celsius. Igen. Szívás pillanatában a cigaretta parazsa 800 Celsius fokmérsékletű. Az eldobott cigaretta 600-700 Celsius. Ezt a feliratot sokszor túlzott elővigyázatosságnak, máskor zaklatásnak veszünk. Valóban. Megkértük Öveges József Kossuth-díjas professzort, ismertesse néhány anyag gyulladási időfokát. Mindenkinek történnek negatív esetek. Olyan, hogy a másik elmeséli. Nem is történt el, és ebben nagyon kérem, higgyék el valóságot. Egy reggel a villanyvíz helyen megköztem a teámat, mert jól tudják, hogy ez csak néhány perces művelet, és a főzőnap nem melegedett földmagasságot. Kikapcsoltam a villanyt, azután kinyitottam az ablakot, előztem. A léghúzat egy darab papírlapot oda sodort a főzőlapra. Néhány pillanat alatt lángot vetett a papírlapot. Én nem voltam a szemem, mert még fizikus. Tudtam, hogy a normális körülmények között a főzőlap hőmérséklete 200 és 300 fok. Hát ez lányalokban egy darab a piros. Hát valóban előfordulnak az életbe olyan esetek, hogy se fény, se izzás nem hívja föl a figyelmet a veszélyre, és mégis tűz keletkezik. No, ez csak egy kevcsináló. YouTube-on fel van, nézzék sokat. Így nézett ki egy tudománybemutató celem 45-50 évvel ezelőtt. Ez szintén neki egy játéka volt, ebben tényleg csak belenézünk. Kedves gyerekek, azt mondják, hogy a hang egy másodperc alatt 340 méteren van veszni. Igaz ez? Már a modern mutált verzió. Asztallapon könnyen megmérheti. Jó, hát csak azért mutattam, hogy hogyan frissítették. Na, sok gyakorlati dolgokról beszéltünk most, nagyon megígérem magunknak, hogy nagyon-nagyon röviden csak felvetek pár gondolatot, ez nagyon elméleti lesz. Előre mondom, nagyon. Lássák azt, hogy egyetlen időnként egy nagyon teoretikus dolgokról is beszélgetünk, amit a hallgatóim nem nagyon szoktak. Azt mondják, hogy ugye idáig arról beszéltünk, hogy a tudás miért fontos, hogyan, mire prezentálja, hogyan jut el minél szélesebb körbe, melyek ennek a jó eszközek. Ugye ez a kommunikációs körről szól. Hogyan kommunikálunk? Vagy nem, hát hogyan néznek rám, megbeszélünk el, hát így kommunikálunk. Beszélünk egymással, e-maileket írunk, SMS-t is. SMS-t még írunk, ugye már csak SMS-t. Nem csak SMS-t. Oké. Okay. Kommunikáció kutatók azt nézték meg, hogy hogyan változott ez, és változik ma is az emberi társadalomban. Azt szokták mondani, hogy az első időszak, az a szóbeliség kora, van ez a blaszfémikus mondás, kezdetben vala a fül. Mit gondolnak, hogy miért a szóbeli, a hangkommunikáció az elsődleges történetileg? Miért nem a látás? Van egy tipjuk. Gondoljon az ősi időkre, pinduli törzs vagyunk valahol a Sziklás-hegységben. Mivel jobb a hang, mint a látás? Igen? Jön a mamut, a külület nem kell tudni. Tehát, hogyha onnan jön a mamut, többiek arra néznek, én mutogathatok, mamut jönni fog. Ha meg a szikla mögött vannak,
Nagy Isten éjszakai, egy éjszakai magot. Csak hangol. Azt szokták mondani, hogy ez egy Ong nevű kommunikáció filozófus meghatása, ez az elsődleges orális kultúra, amikor szavakkal írnak. Mondhatnánk azt is majd nyelven, ez a maximális sávszélességű multimédiás adott átvitel. Kittálunk egymással szemben és beszélünk, ugye? Ez nagyon fontos dolog, és ebben gondoljanak bele egy kicsit, hogy ez nem azt jelenti, hogy éppen nincs írása. Nem az történik, hogy maguk most hallgatnak engem, de egyébként ezt le is írhatnám maguknak, nem? Hanem nem létezik az írás, mint olyan. Nincs. Gondolják meg, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy egyetlen fajta információ jut el magukhoz, amit hallanak, amit mondok, ami szóban megy. Nem tudnak utána keresni. Vagy most hallják, vagy nem jut el az információ. Vagy megjegyzik, vagy nem lesz önöki az információ. Egészen más jelent a közlés, egészen más jelent az üzenet, egészen más jelent a tudás, az emlékezetnek más a szerepe. Most én elmondtam maguknak itt valamit ebben a bő órában, amit eltöltünk együtt, mondjuk, hogy volt ebben egy fél gondolat, ami érdekes maguknak, amiről azt mondják, hogy oké, jegyezzük meg, de nem olyan nagy gond, ha nem jegyezzük meg, mert akár már most is persze, de utána is, utána olvasnak. Interneten, könyvtárban. De gondolják meg, hogy nincs interneten szöveg, kép semmi, nincs könyvtár, semmi nincsen. Ha nem jegyezték meg, amit most mondtam, akkor az megszűnt az önök számára. Nincs. Ez egy, próbálom ezt ilyen igazán drámaian megfogalmazni, ez egy nagyon más helyzet, mint amikor van az írás, de egyébként még utána lehet egészíteni szóval. Nyilván itt van egy a hieroglifák éghílás idején már elindul az írás természetesen, és majd ebben később fogok beszélni, hogy ez hogyan fejlődik tovább. De nagyon lényeges dolog, hogy elkezdjük rögzíteni a gondolatainkat. Magyarán elkezdjük egymás számára utánkereshetővé tenni. Mindannyian tanulták középiskolában, hogy miért olyanok az eposzok, amilyenek. Miért olyanok az eposzok, amilyenek? Homérosz ilyesmi. Mert ugye hogy terjedtek az eposzok? Csak ismételni kellett, ugye? Ismételni. Ezért olyan szövegelemekre volt szükség, amely ezt meg tudta valósítani. A tudásnak ez a szóhoz kötöttsége jelentősen különbözik attól, amikor képekről van szó. Amikor a drónok elkezdenek szép képeket csinálni. Vagy amikor a vulkánba leereszkedünk, és ott filmezünk. Vagy amikor kiugrunk az űrliftből, és onnan nézünk mindent. Vagy amikor elkezdünk tudásegységeket úgy bemutatni, ebből is egy rövid részt mutatom, mint hogyha egy videóklipet csinálnak. Tudnak önök is. Volt egy programunk középiskolás diákoknak, ez volt a program címe, a tudásfeltöltés, ahol az volt a lényege a programnak, hogy kisfilmeket kellett tudományról csinálni középiskolásoknak, mobiltelefonon. Ezek középiskolás alakultások. Sziasztok! Lányos asszisztensem segítségével a szörp automata nevű kísérletet fogjuk elvégezni. Csináltak ilyet középiskolában? Csináltak, nem maradtak még lehóra. Jó, ez csak egy részletet akartam, érzékeltetni akartam, hogy ez mind a tudás bemutatásnak lehetősége, illetve most egy programunk indul el, ami a periódusos rendszert kezdi el bemutatni más formákban. Első eleme. Az univerzum legegyszerűbb és legkönnyebb eleme, amelynek keletkezése az túlsó robbanás idejére 14 milliárd évvel ezelőttre tehető. A legősibb és egyben a leggyakoribb elem. A
világegyetem tömegének 3/4 részét adja. Mi volt ennek a sajátossága idáig? Ahhoz képest, hogy fellapozzák a periódusos rendszert, vagy a kémia tankönyvet. Az egész képről szól. Érzékeltek? Tehát, hogy információt képpel adunk át. Az információ átadásnak a kép az, ami egy meghatározó elemévé válik. Miért pedig azért? Mert a kommunikáció maga egyre inkább képivé válik a maguk világában. És akkor most még valamennyi kis időm van, hol tartunk itt őket? Mennyire hámos? Egy órája beszélünk, ugye? Tehát akkor még egy 10 percet kibírnak, és akkor utána kérdeznek, ha nem akar az. Valami. Jó. És kicsit a kommunikációról fogunk beszélgetni, jó? Sokan azt a téves hagyományt követik, viszont a kommunikáció azt jelenti, hogy közlés. Ez egy óriási tévedés. Jövendőbeli közösségszervezőknek mondom, hogy a kommunikáció, ha etimológiailag nézik, communio, communitas szavakból származik, amely valamiképpen a közösségre utal. Tehát kommunikáció az nem valami külön dolog ahhoz képest, hogy emberek közösségben vannak, hanem a kommunikáció az maga a közösség. A kommunikációs körből való kitaszítottság az a közösségből való kitaszítottság. Ez Dewey, a nagy oktatásfilozófus, társadalomfilozófus úgy fogalmazta meg, hogy a társadalom az nem csupán a közlés által létezik, hanem magában a közlésben létezik. Nincs társadalom közlés nélkül. A közlés az, amiben egyáltalán közösség, társadalom vagyunk. Éppen ezért, amikor közösségeket építünk, közösségi projekteket viszünk, akkor tartsuk mindig eszükbe, hogy valójában kommunikációt művelünk. Nyilván van ennek egy nagyon komoly kognitív pszichológiai kérdés, hogy nyilván most nem tudunk belemenni. Van az individuális kognitivizmus, amelyik azt mondja, hogy mindannyian individuumként vagyunk gondolkodó érző lények. És van a másik paradigma, ami azt mondja, hogy csak kommunikációs állapotban létezünk. Individuálisan nem vagyunk értelmezhetőek, egyetlen kognitív, mentális érzelmi folyamatunkban sem. Ebből persze következik egy nagyon nagy kérdés, amit most nem tudunk így, csak felvillantom magunknak, hogy mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amelyek anyagukban nem megfoghatók, nincsenek. Nem tudom kirakni őket az asztalra. A közléseinkben vannak ott, mégis, mintha függetlenek lennének tőlük. Mondok egy ilyen példát. A nyelv. A nyelv, mit beszélünk, ugye? A nyelv maga. A nyelv, az létezik-e tőlünk függetlenül? Első azt mondjuk, hogy hát persze, nem létezik, mi beszéljük. Hát, ha én nem beszélem a nyelvet, akkor az nincs. Ha most egy lokalizált kiterjedésű atomcsapás következtében mi így mindannyian elmondanak, akkor mi többé nem beszélnénk nyelvet, ugye? A nyelvettől még lenne. Máshogy beszélni. Ha az egész Kazincz, egész Budapest, egész Európa, ha csak egy ember marad, a nyelv akkor is marad. Tehát ugyanakkor bele szocializálódunk a nyelvhasználatba mindannyian. Mindannyian birtokoljuk a nyelvet, használjuk a nyelvet. Létezik-e önálló valójában, vagy nem létezik? Vagy gondoljon a bizonyos képzetekre. Van egy divatos irányzat, én ebben nem akarok belevenni, nem szakterületem, ugye a memetika, a mémelmélet, ezt nem tudom mennyire is. Vannak olyan szavak, vannak olyan képek, vannak olyan gondolatok, amelyek tőlünk függetlenül terjednek, anélkül, hogy mi lerögzíthetnénk őket. Ők léteznek magukban, vagy nem léteznek? Ezek izgalmas kérdések tud a filozófiának, de most egy másik irányba akarok elmenni, és a programfelvetés volt, hogy maga ez a kommunikáció milyen? Milyen közlési formái vannak? Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hátményeknek. Próbáltam tűzni tájéhoz, hogy a dumához a ami nem tudhat más, csak egy mértékt.
titkot, amiért egykor titokban világörögtem, félben és motokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, attól. Ugye ez Karintinak egy nagyon szép verse, amit Latinovics adott elő. Ez a közlésnek, a megmutatkozásnak a vágya, amely ott van mindannyiunkban, és amely a közösséghez kapcsol minket. Igen ám, de amikor a közösséghez kapcsol minket, akkor egy jelrendszerbe kerülünk bele. És a mai pszichológiának, szociálpszichológiának, neveléstudománynak mindenképpen, közösségszervezésnek a legizgalmasabb és leggyakorlatilasabb kérdés az az, hogy értjük egymást a jelrendszerbe. Páttak-e már ilyet? Kedves fiatal emberek, összegyűlnek. Majd elkezdenek kommunikálni. Ugye ez egy kommunikációs helyzet. És elkezdődik maga a kommunikáció. Baráti, sportemberi találkozás, ugye? Egymást tisztelő kellő emberek összejöttek. Mi történik ez a rögbinek? Van egy, ugye, a rögbinek új játékben van? Olyan, mint az amerikai foci, csak kicsit intelligensebb. A másod rendkívül népszerű, Magyarországon nem annyira, és itt az új-zélandi válogatott, az ebben elég. Neki van a Uzel Haka nevű ősi törzsi táncot játsszák el mindig a dolgokat. Gondolják meg, ha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy egy rögbi mérkőzés van. Hát az nyilván fog, ilyet lát valaki, ilyet azonnal elmenekül. Hát jön 11 őrült, aki fölgyel el akar fogyasztani engem. Ugye ez szemlátomás, ez történik. Nem menekülünk el a fogyasztástól félve. Miért? Mert magát a kontextust ismerjük. A jelrendszer kontextusát ismerjük. Vagy legalábbis haloványan, maguk is ezt nézik, látják, hogy ott aréna van, nézők vannak, tévéportálék vannak, sejtik, hogy mégsem lesz emberevés hirtelenére. Mert a kontextus nagyjából látszódik. Tehát a kommunikációs aktusban a jelrendszernek a legalább hozzávetőleg is ismerete szükséges ahhoz, hogy tudjuk a magunk számára lefordítani. Mutatok egy másik példát. Ez egy másik sportághoz kapcsolódik, az amerikai focihoz. Super Bowl-t néztek-e már életükben? Vasárnap éjjel, tessék sokáig fennmaradni. Vagy lesett a szent, amit kell csinálni. Szóval nehéz az a lényeg. És azt tudják talán, hogy a világ egyik legnézettebb televíziós produkciója a Super Bowl-nak a szünetében bemutatott zenéprodukció. Most Lady Gaga lesz. Ja igen, igen, a Halftime Show, így van. Ugye 4/4 lát, de a fele az egy hosszabb szünet, és akkor ott bemutatják, most Lady Gaga lesz. Hát igen ám, de ki volt tavaly? Az önök által valószínűleg ismert Beyoncé nevű hölgy, aki az elmondások szerint egy énekes nevű. És bemutatott egy produkciót. És ez a produkció hónapokon át
óriási viták keresztüzébe állt az amerikai sajtó. És belenézünk ebbe, jó? No, mi lehetett ebben ekkora botrány? Aki olvasta, hogy tehát az ne szóljon, mert nem az a... Mi lehetett ebben Bauhaus egy óriási botrány? Ennyi vetközés simán belefértem. Amerikában egy tévé műsor, hogyha a mellény nem látszanak a nőnek, akkor vetköztet, tehát az nem. Ugye nem tudjuk, nem is tudhatjuk. Megnézzük ezt a produkciót, ugyanazt nézzük meg, mint az amerikai nézők. Az amerikai nézők jelentős része gyomorkörcsöt kap tőle. Mi meg csak nézzük, hogy hát kinek tetszik, kinek nem, ízlés dolga, de... Mert nem ismerjük a kontextust. Mi az a kontextus? És nem fogom végigmutogatni az összeset. Ugye valami mégis kell ahhoz, hogy érzékelhető legyen. Pillanat. Igen, már a ruha. Ez a ruha, a rész, ez kicsit Michael Jacksonra visszautalás, ez gyakorlatilag egy töltényövet formázó ruhálem. Ha megnézik a táncosokat, most valamennyire látszik, afroamerikai táncos mindegyik, és mindenki egy ilyen fekete, nem tudom, spáci sapkának hívtuk még régen, nem tudom, hogy hívják ezt az ilyen kis sapkát. Nem tudom, hogy hívjuk, de ez az Egyesült Államokban, ugye ez nagyon jó, Egyesült Államokban, ez a 60-as években a Black Panthersnek a Fekete Pártuszok nevű fekete terror szervezetnek volt a, úgy tetszik, az egyenruhája. Amit a hölgyek ott hordtak. De tovább is megyünk. Kicsit gyorsan. De mindjárt látszódni fog, például a táncosok ponton egy X-et formálnak felül. Ez az X-jel, ez szintén a 60-as években egy Melcon X nevű múlt működött az Egyesült Államokban, egy afroamerikai muzulmán közéleti ember, aki azt mondta, hogy az ember a feketék emberi küzdelmét azt nem szavazóvonáknál és nem Martin Luther King-nek a békés tiltakozásával kell megvívni, hanem robbantani kell. És polgárháború kell okozni. Történik mindez Amerikában, abban az Egyesült Államokban, amelyik 2015-2016-ban tele van faji alapú gyilkosságokkal, konfliktusokkal. Tehát ezt a jelrendszert egy amerikai világosan ért. Ezt az amerikai fehér többség úgy értette, hogy ez egy provokáció. Hogy ez a fekete közösség egy militáns része egy provokáció. És ebből lett egy óriási. Ugyanazt nézzük. Ráadásul egy teljesen nemzetközi kulturális termékben.
Half-Life Show az mindenkinek szól, 1 milliárd embernek szól. És tele van olyan jelrendszerrel, amit egy szűkebb része ér csak, és nekik működik. Akkor mutatok egy másik képet. A bejártással a tavalyi olimpiáról. Ugye ez a Strand Rupanda nevű játék. Ugye mi ebben a feltűnő? Láttak már Strand Rupanda mérkőzést? Ugye a Strand Rupanda mérkőzésen mi az egyetlen létező sportértéke véletőleg, hogy férfiak és nők barnán, izmosan és egyéb kevés ruhában ugrálnak, mert egyébként föl nem fogható, hogy miért tartják sportot. De olimpiai sport. És mit látnak ezen a képen? Ugyan? Tehát vannak, akik nem így vannak öltözve, ugye? Miért vannak másképp öltözve? Vallási, kulturális okból, ugye? És emlékeznek el, ugye Franciaországban óriási vihart kavart tavaly nyáron, több tengerpart közeli városnak, megyének a prefektusa úgy döntött, hogy a burkának, illetve a teljes testet fedő úszóruhának a viselését megtiltja. Mondván, hogy ez nem egyezik meg az európai kultúrával, ahogy európai nők strandra járnak. Ugye? Emlékeznek. Európai nők strandra járnak. Egy teljes testet elfedő ruhának. Érzékeljük a kettő közti feszültséget? Hogyan érzékeljük azt, hogy hogyan vagyunk már túl a kommunikáción? A kommunikáció hogyan válik közösségé? Ez a jelrendszer nem egy adott kultúrkörnek a jelrendszere. Ezért azt mondjuk, hogy nem működik. Egy lényegében ugyanolyan fizikai jelenket hordozó jelrendszert pedig magától értetődően elfogadunk. Mert ez a mi jelrendszer. Hangsúlyozom, maga a fizikai forma a szinte ugyanolyan. Nézzék meg! Ez a fajta ruha nem fedett többet a testből, mint ez. De ez egy adott kultúrának a jelrendszerében világosan értelmezhető. A másik, az adott kultúra jelrendszerében egészen más, nem tetszik bizonyos interpretációkban, sokan fenyegetésként élik meg. Tehát magyarán kultúra és a jelrendszerhez kötődés a kommunikáció és a közösség szerveződésnek egy alapeleme. És akkor most a végén, hát ezt most nem fogom végigvinni, mert ezzel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elcsúsztam, elnézést, csak két mondatokat mondok hozzá, egy mondatot mondok hozzá. Kommunikációs technológia fejlődéséről biztosan tanultak, Gutenberg, nyomda, offline, némán olvasol nekünk hangosan? Hogy szoktak olvasni? Némán, ugye? Ha ezt 600-800 évvel ezelőtt tették volna, megégetik magad bosszok. A néma olvasás egy abszolút dolog volt, senki nem olvasott némán. Azt mondja, hogy megszállt a démon. Miért olvasni néma? Hát mondani kell a szót. Hát terem a gondolat, hogy elnémunk. Szörnyű. Aztán jött a nyomdagép, írógép, hangrögzítés. És ekkor mondja, hogy elérkezünk a mostani korhoz, ez a másodlagos oralitáskor. Ez az kell, hogy rögzítetté válik a hang, és rögzítetté válik a kép. Ugyanolyan pontosan tudjuk rögzíteni azt, amit én most beszélek, ha jó helyen állok, és nem táncoltam ki belőle állandóan, tételezzük fel, ez ugyanúgy átadható, mintha leírtam volna. Tehát önök, hogyha ez felkerül véletlenül a internetre, nem tudjuk felkerülni, akkor teljesen mindegy, hogy itt nem figyeltek közben, és sokkal kellemesebbokra foglalkoztak, ha valamiért végigkísérnek ki magukat, ugyanazokat az intonációkat, ugyanazokat a hangsúlyokat, ugyanazokat a retorikai elemeket, ugyanazokat a fizikai aláfestéseket, mindent tudják élvezni, vagy elszenvedni. Magyarán az írás totalitása feloldódik a rögzített kommunikáció, szóbeli és jelen való kommunikációnak a működésében, de mind mögött ott van az írás. Ez azt különbözteti a másodlagos oralitás az elsődlegestől, hogy visszakereshetővé válik minden, amit mondok. Amit én elmondtam, önök utána mennek a Wikipédiában vagy bármilyen helyen, és rögtön meg tudják állapodni, hogy mennyi volt ebben a szamárságban, ami nem ellenőrizhetővé. Medializált korban élünk, a médium válik meghatározóvá, az van, ami a médiában van,
az önök számára már nem a televíziós médiában nyilván, hanem a közösségi médiában. Hányan nem használnak Facebookot? Hányan vannak, akik a életek eseményeit, barátaikét, közösségéket, érdeklődési területükét alapvetően nem a Facebookról ismerik meg, hanem máshol. Azért vannak máshonnan is még információk, egyre kevesebb. Totális platformában. A kép válik meghatározhatóvá, ugye ezt most én nem fogom itt részletezni, és ami az önök számára evidens, ami nekünk a 2000-es években egy óriási új kutatási téma volt, hogy a mobil kommunikáció hogyan működik, gyakorlatilag a mobil kommunikáció, komplet filozófiai kutatási programokat csináltunk erről, nagyjából ki is dobhatjuk, mert hogy teljesen másképp alakult, mint ahogyan véltük, hogy alakulni fog. De van egy nagyon fontos elem, és ezt ne felejtsék el, bárki az internetről beszél magunknak. Ezek iszonyú friss dolgok. Facebook 2004-ben lett. Nem akkor terjedt el, 2004 előtt nem volt Facebook, nem létezett. Mi úgy éltük le az életünket, hogy nem létezett az, hogy Facebook, nem létezett YouTube, nem létezett Wikipedia, mind nem léteztek. Hát nem, hogy nem terjedtek el, nem léteztek. Ezért fogalmunk nincs, hogy hogyan fog ez alakulni. Fogalmunk nincs, hogy hogyan alakítja át a világunkat, de egy biztos, hogy a médiát alapvetően a professzionalitás jellemzi. Korábban mindenfajta, ugye Luther Márton kiszögezte a 500 évvel ezelőtt a tételeit a Wittenbergi nagy templom vagy vár templom ajtajára. De ma ez a professzionalitás, ezt követeljük. Ezek a típusú média produktumok azok, amelyek működnek. És persze mondhatni azt, hogy ez egy látszatvilágot hoz létre, konstruált világot. Ez egy olyan filmnek a plakátja, ami Kína ekkori elnöke Mao Tse-tungról szólt, egy dokumentumfilm. Igazi dokumentumfilm, 50 perces volt, mindenütt elterjedt, majd az alkotók elmondták, hogy az egész semmi más, mint egy hamisítás. Bevallották, hogy összeszedtek archív felvételeket, és egy megtévesztő szövegrendszert raktak rá. Látták a Forrest Gump című filmet? Ahol Forrest Gump ott ül John Lennon. Emlékeznek el? Együtt táncol Elvis Presleyvel, és Johnson elnökkel is kezet fog. Erre mondják a francia filozófusok, hogy egy hiperrealitásban élünk, ugye ez a Matrix szintű, Matrixot láttam biztos, hogy honnan is dönthető el, hogy ez a világ a mi világunk, vagy Matrixokban vagyunk, és szeretem ezt a képet, Zuckerberg, ugye a Facebook tulajdonosa, tartott egy előadást. És nézzék meg a közösséget, hogy nézte az előadást. Mindenki egy ilyen virtuális realitás készülékkel. Nem tudjuk, hogy ez hova fog tartani. Lehet, hogy két év múlva itt a PPK-n majd úgy adunk elő, hogy mindannyiukon ott lesz egy ilyen szemüveg, és amikor én tartom az előadásomat, akkor benne leszek egy virtuális térben, mondjuk egy agy kellős közepén fogok sétálgatni, maguk ezt látják, és az idegszálakat ide-oda húzogatom, és a hallgatók immár a kérdéseiket, nem csak a kérdéseiket tudják az enyémet, hanem ők maguk is ezt meg tudják tenni a virtuális előadásban. Nem tudjuk még, hogy ez hova fejlődik, hova működik, de egy biztos, hogy a tudásnak, a tudás alapúságnak a ereje, az meg fog maradni, mégpedig azért fog megmaradni, mert hogy a tudományhoz, a tudáshoz való kötődés az nem valami külsőleges dolog ahhoz a világhoz képest, amiben élünk. Hulányi Mihály írja le, hogy a szabadság és a rend, ami a nyugati társadalom két meghatározó eleme. Az innováció és a hagyomány, hogy egyszerre újítunk, de benne vagyunk nagyon erősen a hagyományunk. Benne vagyunk a nyelv hagyományában, a kultúra hagyományában, a jelrendszerünk hagyományában, a kötődéseink, a szüleink, a barátaink, a felmenőink, a történelmünk hagyományában. Ez egyszerre érvényesül a maga dinamikájában, és ez pont ugyanaz, mint a tudományművelés. A tudományművelése egyszerre innováció és egyszerre hagyománytartás. Úgy nem tudnak egy egyetemi diplomát szerezni, úgy nem tudnak tudományos világban tájékozódni, hogy ne sajátítanák el, hogy a
korábbiak, akik ezzel korábban foglalkoztak, a nagymesterek mit mondtak, mit írtak. Anélkül nincs tudományírás. Bejöhet, én is mindannyian jövünk az egyetemre, hogy mindent tudunk, és mit akarnak még ezt hozzátenni. Aztán fél perc alatt jövünk rá, hogy semmit nem tudunk. Ezért elkezdünk olvasni. Elkezdünk tanulni, elkezdjük a hagyományt, a tudás hagyományát, elkezdjük megszerezni. Enélkül nincs gondolat, nincs eredetiség, semmi nincs. Igen ám, de emellett elkezdjük kritizálni is, elkezdünk vitatkozni vele, elkezdünk vitatkozni a hagyománnyal, elkezdünk új hagyományt építeni, nem is építeni, de formálni, jön az innováció. Tehát a hagyománynak és az újdonságnak ez a dinamikája, ez a tudományművelésben létezik. És erre alapul a mi világunknak, a nyugati világnak is a sajátosság. Hogy egyszerre van benne a hagyományőrzés, és egyszerre van benne az újdonságkeresés. Egyszerre kritizálhatjuk egymást, egyszerre vitatkozhatunk egymással, és egyszerre tartjuk tiszteletben a saját hagyományunkat. Egyszerre vagyunk tisztelettel az iránt, aki már tud valamit, és egyszerre kérdezünk rá arra, hogy amit tud, azt jól tudja. Ez a szabadságnak a társadalma, a szabadságnak a kultúrája. És ez nagyon nagy részben a tudományon alapul. Én abban bízom, hogy maguk számára ez a tudomány elérhető lesz, érdekes lesz, élvezetes lesz, és hogy ez a nyugati világ, ez a szabadság hagyomány és szabadság innováció hagyomány, ez megmarad az önök számára. Köszönöm.